Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Nevében szeretettel köszöntöm Önöket a második adventi gyertyagyújtáson. Az adventi koszorú zöld színe az eljövendő reményt, míg a négy gyertya a koszorún a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt szimbolizálja. Advent második vasárnapja, a második angyal megérkezése. A második adventi vasárnapon piros palásba öltözött angyal száll le a mennyekből, kezében egy törékeny aranyserleget hoz. Szeretné megtölteni, hogy tele vigye vissza a mennybe. A szívből jövő, tiszta, feltétlen szeretetet keresi minden ember szívében. Ezt a szeretetet teszi a serlegébe, s viszi majd vissza a mennybe. Mindazok, akik a mennyben élnek, fogják ezt a szeretetet, s fényt készítenek belőle a csillagoknak. Ezért olyan jó felnézni a ragyogó csillagokra. A ma meggyújtandó második adventi gyertya a remény lángja. A város adventi koszorúját idén is a Matyó Kertbarát Egyesület tagjai készítették. Köszönjük nekik áldozatos munkájukat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az 1 millió csillag a szegényekért akció keretén belül a Mezőkövesdi Caritas csoport idén is adománygyűjtést szervez. Vegyenek részt Önök is a Caritas akciójában, és gyújtsák meg személyes csillagukat a szegényekért, a szenvedőkért, a betegekért és minden rászorulóért. A gyertyákért felajánlott adományokból a Caritas rászorulókat támogatja. Az adományokat a városi adventi gyertyagyújtások időpontjában és helyszínén helyezhetik el az adományurnában. A Caritas örömmel fogad tartós élelmiszer adományokat is, melyekkel szintén a rászorulókat segítik majd. A felajánlásokat a Szent László plébánián adhatják le a kedves adakozók. Köszönjük, hogy segítenek! A Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képzőművész tagozatának tanítványai állították össze ebben az évben a karácsonyi oltárképünket. A nagy kép Jézus születését jeleníti meg Betlehemben. Alatta kisebb formában, mint egy felajánlás, a nagy esemény magasztalása, látható a karácsony és a meghitt szép téli ünnep részletei. Itt jelen vannak a régmúlt fontos személyei, történései, de megjelennek gyerekeinknek nagyon kedves festményei is. A befoglaló forma egy olyan oltárképet idéz, mely talán leginkább a gótikára emlékeztet. Művészeti iskolánk tanulói ezzel az összeállítással kívánnak mindenkinek tartalmas, szép adventi készülődést és békés szent karácsonyt. Akik az összeállítást megfestették, Bodnár Piroska Fanni, Dorogi Enikő, Hajdu Patricia, Horváth Vanessa, Kadlec Virág, Nagy Ivett, Pető Martina és Petrán Benedek Lajos, tanáruk pedig Tótné Gáspár Mária. Fogadják szeretettel a Bárdos Lajos tagiskola második osztályos tanulóinak és nevelőinek műsorát. Felkészítő tanárok Ádámné Ivancsó Zsuzsanna és Komjátiné Lévai Ildikó. Adventi, adventi kisfejű ár, lobog az első gyertyalár, karácsony karágon lázol a föld, isteni gyermeket közön, újjong a szíjjongan faradara, nincs már messze az úr. Adventi, adventi,
hogy legyen végre minden szívben öröm béke. Egymás kezét megszorítva, ne gondoljunk bajra, búra. Nézzünk a szép fenyőfára, illatozó sok szép ágra. Gyújtsunk gyertyát, énekeljünk, csak a szépre emlékezzünk. Gazdagodjunk emberségben, osztozkodjunk szeretetben. Jusson mindenkinek jóból, felvidító hálás szóból. Tartson mindez még sokáig, éppen jövő karácsonyig, hogy akkor is szépet szóljunk, minden jóért hálát mondjunk. Kívánságom legyen többször is karácsony.
békés ünnep, sok szeretet fűzzön össze embereket. Szépség, csend és sok türelem mindenhol csak ebből legyen. Gyűlölet és vita helyett inkább gyakran segítsetek. Sok-sok ember mosolyt váltson, tiszta szívemből kívánom. Akkor minden hétköznapon lesz majd boldog, szép karácsony. Nem kell gazdagság és pompa, jó szó sosem kerül sokba. Adjatok hát ebből sokat, gyámolítsatok másokat. Legyen a haragnak vége, nézzetek egymás szemébe. Nyújtsatok kezet is szépen, meglátjátok ünneprészen. Karácsonynak délutánján sötét még a nagy szoba.
ország támad fel szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű kézek, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, s hiszek újra régi szeretetben. Ilyenkor decemberben. Valahol csak két kedvű beszédet van, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobban, s higgyünk rendben, s ne csak így, decemberben. Csillagokban, az ünnepi fosztós kalácson, láthatatlan lopta el, hogy itt van újra a kalácson. S mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig e kis melegség, hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. S ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi fosztós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony.
tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet egy másik nemes kezdeményezésre is. Bizonyára sokan hallottak Szarvas Zsófiáról, arról a mái születésű 3 éves kislányról, akinél június végén diagnosztizálták, hogy nagyméretű daganat van a tüdején. Azóta 6 alkalommal kapott kemoterápiát, valamint meg is műtötték a hősiesen küzdő kislányt. Egy magánszemélyek által indított gyűjtési akcióban a segíteni akaró emberek felajánlást tehetnek a kislány számára. A befolyt összeget Zsófi egészségügyi termékeinek, táplálékkiegészítőjének megvásárlására fordítják. Felajánlásaikat a faház mellett tehetik meg. Köszönjük a segítségüket! Most pedig a Szent Imre Tagiskola 1., 2. és 3. osztályos tanulóinak műsorát tekinthetik meg. Felkészítő tanáruk Antalné Varga Katalin. Kérem, fogadják szeretettel műsorukat.
sötét még a nagy szoba, kukucskálni sem lehet, mert árva van az ajtaja. Csengő szóra kinyílik, s majd a sok gyertya felragyog. Olyan jó, hogy meggyújtják a karácsonyi angyalok. Szikrázik a csillagszóró, éneklünk, hogy pásztorok a fa. Mindenféle titokzatos dobozok, bár csak végre megnézhetném karácsonyra, mit kapok. Olyan jó, hogy elhozzák a karácsonyi angyalok. Papírangyal, én küldtem el hozzátok, azért, hogy a fenyőfánkra ti majd visszahozzátok. Olyan mindig úgy csináltam, repülve jár, nem gyalog. Olyan jó, hogy beleszállt a karácsonyi angyalok. Jászolban Jézus fekszik, az angyalom rá vigyáz, körülötte bárány tehén, egy szamár is ott iáz. Jézus mellett apja anyja, s róla szólnak a dalok. Olyan jó, hogy van karácsony, karácsonyi angyalok. Játszhatok ma akár meddig, most senki sem veszekszik. Azt mondják a hátam mögött, majd ha akar lefekszik. Együtt van az egész család, s köztük én is ott vagyok. Olyan jó, hogy karácsony van, karácsonyi angyalok. Következzen a Széchenyi István Katolikus Szakképzőiskola diákjainak, valamint a Szent Család Énekkar tagjainak közös zenés műsora. Fogadják őket szeretettel! Karácsonyi szeretet hívsz. A házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fárazom, karácsonyi süteményeket sütök ki rószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs benne szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakács. Ha a szegény konyhában segítkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom,
de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kelt rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videójátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad. Adi Endre, karácsony, harang csendül. Harang csendül, ének rendül, messze zsong a hálaének. Az én kedves kis falunkban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falunkba a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének, az én kedves kis falunkba hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lenn, a nagy Isten szent kegyelme súgna, szállna. Az én kedves kis falunkban, minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni, de jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen, valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen. Valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért jó az ember, valaki mondja meg. Kedves szavakkal nem lehet mindig segíteni. Mégis elkezdek beszélni, mert kérdeztél. És kérdésedben valami vád is volt. Igazad van, jogod van tudni, neked és mindannyiunknak, hogyan lehetünk boldogok. Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen. Valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért jó az ember, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért lesz kolosszal, valaki mondja meg, miért nem. Az ember szívében a legmélyebb vágy az, hogy szeressen és hogy szeressék. Mert a szó teljes értelmében létének értelme a szeretet. Szeretetből teremtette őt az Isten, és nem tud másképpen kibontakozni, csak szeretetben.
Ezért van, hogy boldog csak akkor lehet, ha szeretet él benne, ha szeretni tud. Mindenki a szeretetről beszél. A szeretet után kiáll. A szeretetről dalol. Az emberek a szeretet nevében ölelkeznek, harcolnak, életet adnak. De boldog csak akkor lehet, ha szeretet él benned, ha szeretni tudsz. Karácsonyi, ünnepi fényben egy gyermek rád nevet. Nem biztos, hogy ismered, nem biztos, hogy tudod kicsoda. Talán a nevét hallottad, talán tanultál is róla, de nem ismered. Szeretni valóan kinyújtja feléd a kezét. Nem kérdezi, hogy ki vagy. Nem kérdezi, a kíváncsiság vagy a hitet hozott-e ide. Egy védelemre szoruló, szeretni való gyermeknek szüksége van rád. Rád vár, miatt adja. Úgy szeret, hogy megtanít szeretni, hogy felébreszti a benned szúnyadó szép szeretetet. Így üzent általa az Isten. Annyira szeret, hogy önmagát adta érted, hogy elérje. Érted-e? Elígy jött a nagy Isten, hogy megszerethest. Hogy benned éljen, és szeretete benned másokat is elérjen. Hogy benned éljen, és szeretete benned másokat is elérjen. Indulj el az úton. Fogadj be mindent, ami jó, de azért, hogy odaadhass. Ha megtartasz magadnak valamit vagy valakit a magad kedvéért, ne mondd, hogy szereted azt a valamit vagy valakit. Mert abban a pillanatban, amikor megragadod, azért, hogy megtarthasd, szerte foszlik ujjaid között. Azért szedsz virágot, hogy csokrokba kösd. Azért kösd csokrot, hogy kedvesednek ajándékozd. Mert a virág nem azért van, hogy elhervadjon ujjaid között, hanem hogy örömet szerezzen és gyümölcsöt hozzon. Ne ringatózz a szeretet illúziójában azzal, hogy tárgyakat, pénzt, készszorítást és csókot adsz, ha közben nem önmagad adod. Oh,
legkisebb virág is, amelyet szívből adunk, egy szép történetet mesél el, egy darabka mennyországot a földön, ahol vigasztra talál a félelem és a fájdalom, ahol az emberek egymás számára élnek, mint a virágok. Ha azt hiszed, hogy könnyű szeretni, csalódsz. Minden szeretet, ha valódi, egy nap keresztet hoz majd neked, mert a bűnbeesés óta nehéz megfeledkezni önmagunkról, nehéz meghalni a magunk számára. Nehéz küzdenünk az elénk tornyosuló rossz ellen, a szeretetlenség ellen. Sokszor kilátástalannak, értelmetlennek is tűnik a harc. De éppen a rongyos istálójú karácsonyi csoda bíztat. Van remény a győzelemre. Hogy tehát nem harcolhatunk? Ez a gyávaság szava. Hogy harcunk úgy is hasztalan, ez meg a kibúvás szava, az emeletes gyávaságé. Kis, apró lépésekkel, lépcsőkkel elérhetjük, fölérhetjük, sőt, túlnőhetjük a szeretetlenséget. Ahol egy hibát megszüntetünk, az egy lépcsőfok. Ahol egy jajt elnémítunk, egy lépcsőfok. Ahol tévedéseinket beismerjük, két lépcsőfok. Ahol egy ártalmas, hazug hangot leintünk, egy lépcsőfok. Ahol egy hatalmaskodót, bár istalló, rendreintünk, egy lépcsőfok. Ahol rendreintést fegyelmezetten elfogadunk, öt lépcsőfok. Ahol rendreintés nélkül tesszük a jó rendet, 10 lépcsőfok. Ahol egy éhes szájat megcsitítunk, az is lépcsőfok. Egy csecsemőt kézbe venni, anyának szépet mondani, lánynak udvarolni, fiúnak visszabiccenteni. Minden, ami a világnak valahol örömet ad, lépcsőfok mind fölfelé, hogy legyőzzük a szeretetlenséget, és elérjük, közelítsük az örök szeretetet. Fölérhetjük. Így. Vagy úgy. Apránként? Vagy még aprózottabban? Mikorra? Azt nem tudom. A legfontosabbat? A legfontosabbat tudom. Micsodát? Hogy mikor indulhatunk és honnan. Mikor? Helyből és azonnal. Mi? Hogyan? Ezeken a lépcsőfokokon. Ha elmosolyodtok a tanácson, ez is egy lépcsőfok. Ha elgondolkodtok rajta, két lépcsőfok. Ha hazamenve innen, csak egy szó, egy szépen, okosan, előrelátással és szeretettel kimondott emberi szó erejéig valóra váltjátok, 20 lépcsőfok. De fő, hogy szeretettel, önként és teljes szívvel. Nagy a télben, szépen. Felkérem Szepesi Glória virágot, hogy gyújtsa meg a város adventi koszorúján a reményt jelképező második gyertyát.
tisztelt hölgyeim és uraim, köszönjük megtisztelő figyelmüket, a fellépőknek pedig a szép ünnepi műsort. A gyertyagyújtás után mindenkit szeretettel várunk egy forró teára vagy forralt borra. Találkozzunk advent harmadik vasárnapján is a következő gyertyagyújtáson, melynek helyszíne a Jézus szíve templom előtti tér lesz.